Jó estét kívánok, ez a Szempont, a Hétpont TV politikai magazinja. Közeledik április 8-a, ami azt jelenti, hogy közeledik az országgyűlési választás időpontja. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy sorra vesszük a 2018. április 8-án indulókat. Ezzel is szélesítve az önök látókörét. A következő percekben a Lehet más a politika jelöltjével beszélgetek majd. Köszöntöm stúdiónkban Kovács Katalin Ildikót. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát egy kicsit sablonnak tűnik a kérdés, de miért döntött úgy, hogy elindul a választáson? Hát nem volt túl könnyű döntés. Nehéz döntéssel állítottak, mikor megkérdezték, hogy esetleg ezzel a lehetőséggel élnék-e. Én Békés Csabán élek, itt is születtem, itt nevelem a lányom, itt él a családom, és úgy gondoltam, hogy ha esetleg ezzel a lehetőséggel tehetek valamit azért, hogy egy picit élhetőbb várossá, megyévé tegyem ezt a megyét, így úgy döntöttem, hogy szeretném megpróbálni. Ugye test közelből is tapasztalja, hogy mi a helyzet az egészségügyben. Ugye volt arról már szó, hogy itt a Békés Csabai Kórházban dolgozik. Most hogy látja ezt a területet, az egészségügy helyzetét? Az egészségügy egy igen komplex terület. Hát szerintem mindenki tapasztalja, hogy azért itt sokat teendünk. Mindenkinek volt már jó és rossz élménye ezen területen, de fontos lenne egy mindenki számára elérhető, mindenki számára egyaránt elérhető egészségügyet teremtenünk, és ebben azért még sok-sok teendőnk van. Itt tudnod néhány dolgot mondani? Tehát, hogy mire gondol a teendők alatt? Igen, természetesen. Például a házi orvosi praxisoknak a folyamatos fejlesztése, mert tudjuk, hogy főleg kis településeken probléma, hogy az alapellátás sem elérhető, tehát nincs házi orvos, illetve nagyobb területeken, településeken például az orvosok elvándorlása, szakdolgozóknak a pálya elhagyása, ez nagyon-nagyon nagy probléma. Mit gondol egyébként az elvándorlásról magáról? Tehát mondjuk az orvosokat meg lehet mondjuk megfelelő bérrel, vagy itt lehet tartani, mondjuk esetleg a megyében, Magyarországon? Én azt gondolom, hogy megfelelő bérrel, bár ugye volt egy bérrendezés, illetve szakmai fejlődés lehetőségével, esetleg ösztöndíjprogrammal, esetleg lakáshoz való jutás segítségével szerintem meg lehetne tartani a szakembereket. Mondjuk a rezidenseknél, hogyha jól tudom, indult ilyen ösztöndíj. Igen, ez működik. Igen, a rezidenseknél én is így tudom, de a szakorvosoknál nem tudom pontosan, ott nem tudom, hogy van-e ilyen. Akkor, amikor önt bemutatták, illetve a többi megyei képviselőjelöltet, azt mondták, hogy sokkal pontosabb és modernebb betegirányítási rendszert is kellene bevezetni. Ez betegirányítási rendszer tudna segíteni, hogy ez mit is takar majd? Én azt gondolom, hogy igen. Most sajnos az egészségügyben hiányoznak a protokollok és a szakmai minimum feltételeknek a pontos meghatározása. Az LMP programjában benne van, hogy egészségügyi minisztériumot, önálló egészségügyi minisztériumot szeretnénk létrehozni. Ez segítene ebben, hiszen sokszor az az érzése a pácienseknek, illetve nekünk is, hogy elvesznek az egészségügy útvesztőjében. Tehát, hogyha pontosabban tudnánk egy pontos betegutat megmutatni a páciensnek, hogy melyik irányba induljon, akkor hamarabb jutna akár diagnózishoz, akár a gyógyuláshoz. Tehát ez lehet mondjuk az orvosokon keresztül, szakasszisztenseken keresztül? Igen, az orvosokon keresztül, tehát a betegirányítás, tehát hogy megfelelő klinikum függvényében megfelelő vizsgálatokra kerüljön például sor. Ugye amikor önöket bemutatták, akkor az LMP-nek a megyei elnöke azt mondta, hogy minden jelölt programjában prioritásként szerepel az, hogy növeljék az adott település megtartó erejét. Most ugye nyilván beszéltünk itt arról, hogy az orvosokat hogyan lehetne megtartani, de ugye sokszor beszélünk arról, hogy a fiatalok, a munkavállalók elmennek inkább az ország nyugatabbi részére a jobb megélhetés reményében, vagy akár adott esetben külföldre mennek. Hogy látja most ezt a területet? Igen, ez is egy igen nagy probléma Békés megyében. Azért látjuk, hogy minden családban van olyan fiatal, lehet, hogy nem is igazán fiatal, akár egy egész család, aki nem itt találja meg a boldogulását nyugat Magyarországon, esetleg külföldön. Én azt gondolom, hogy erre is lenne megoldás. Például szerintem nagyon fontos lenne, hogyha itt Békés Csabán lenne egy jól működő főiskola, ahol a fiatalok, akiknek esetleg nincs lehetőségük messzebb Szegeden vagy Pesten tanulni, az utazás, lakhatási költség már megterhelni a családi kasszát, de azért az oktatásban még részt vennének, például Békés Csabán helyben egy jó főiskolán
nyugodtan tudnának tanulni. Tehát ugye felsőoktatás van Békéscsabán? Felsőoktatás van. Hát most van ugye átalakításban ez a terület is, és reméljük, hogy több lehetőséget fog nyújtani az itteni fiataloknak. Ha itt tudnak tanulni, itt találnak esetleg munkahelyet, itt telepedhetnek le. Tehát itt mondjuk a képzések erősítésére gondol? Igen, erre gondolok, a képzések erősítésére, illetve az itt lévő, itt megmaradt nagy gyáraknak esetleg lehetne kooperálni, esetleg egy informatikus képzés, egy mérnök képzés ügyben, hogyha ami szükség van itt a megyében, azokat a képzéseket preferálni, és akkor már lenne gyakorlati hely, esetleg lenne munkahely. Én ezt tudom elképzelni. Ugye itt részben mondjuk most a fiatalokról van szó, de ugye ott van még a tőlük csúnyán mondva idősebb generáció is, akik ugye részben elvándorolnak, meg itt van az is, hogy munkanélküliség is van. Ezt ugye az iránytő intézet nem olyan régen összeszedett néhány ilyen térségben fellépő problémát, és a kutatásaik azt mutatják, hogy az embereknek ez is az egyik problémájuk. Ön hogy látja a munkanélküliséget, mennyire lehet visszaszorítani, megfogni, megakadályozni azt, hogy a felnőttek elmenjenek innen? Igen, mindenféleképpen a munkahelyteremtés az egy prioritás lenne, hogyha lehetőséget kapnánk, mivel azért egy biztos munkahely, az egy biztos családi hátteret is, megélhetést is biztosít. Hát igazándiból itt gondolom a nagyobb cégekre tudnánk támaszkodni, az ő megmaradásokat és fejlődésüket lehetne Békés megyében fejleszteni, illetve támogatni. Ehhez ugye sokszor szokták mondani, hogy kellenek jó utak is. Így van. És ez pedig probléma, hogy azért Békés megyében annyira nem jók az utak. Van esetleg erre programjuk, hogy hogyan lehet ez most elmaradt nagyon Békés megyében az útfejlesztés. Hát mindenféleképpen ezzel is folyamatosan foglalkoznunk kell. Hát tudjuk, hogy jönni fog a 44-es főút, amit remélhetőleg majd megtartó erővel fog bírni, illetve szerintem ugye a közlekedés biztonságát és gyorsaságát kicsit segítve esetleg újabb cégek is tudnak települni ide, és hogyha ez meg lesz, akkor reméljük, hogy a belső utakra is most már sort fogunk tudni keríteni. Igen, ugye ezért az is elég nagy probléma, hogy itt a környező kisebb településekre elég rossz minőségű utak vezetnek. Szintén itt van még az is, hogy a kutatás felrója az oktatás színvonalának a romlását. Ugye beszéltünk már az előbb a felsőoktatás helyzetéről, de ugye itt nem csak arról van szó, hanem a középfokú oktatásról, vagy az általános iskolai oktatásról. Az LMP-nek van erről kialakult véleménye? Igen, az alapoktatásra kellene, én úgy gondolom, a hangsúlyt fektetni, mivel itt igazából a pedagógusnak a szabadságát kellene visszaadni, hogy egy kicsit szabadabban választhassák meg akár a könyveket, akár a módszereket, amit meg kellene tanítani, illetve a tananyagot egy picit racionalizálni, realizálni a mai diákoknak, a mai kornak, meg szellemének megfelelően átalakítani. Mondjuk ez jelentheti esetleg a digitális oktatásnak a fejlesztését? Igen, az informatikai oktatás fejlesztését, illetve igen, a diákokkal jobban megismertetni ezt a digitalizált világot, mert azért a Facebookon ugye mindenki közlekedik, de azért nekem van egy 16 éves lányom, és én látom, hogy azért vannak hiányosságok. Mire gondol egészen pontosan? Mert mint a digitális részben? Vagy... Tehát igen, én arra gondolok, hogy például a számítógép kezelési részben is vannak hiányosságok, ami nehezebben megy. Akár egy programfeltöltés, vagy ilyesmi, ami nekünk, mint digitális bevándorlóknak, ugye elképzelhető, hogy nehezebben megy, de egy fiatalnak már azt gondolom, hogy ez egy alapkövetelmény, hogy minden ilyen bonyolultabb problémával és tisztában legyen, és meg tudja oldani. Köszönjük szépen, hogy itt volt ma este velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt a Szempont. Híreinket és korábbi műsorainkat megtalálhatják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!